Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket! Nagyon jó látni titeket innen felülről is, meg lentről is, amikor találkozunk. Jó látni az arcotokat! Ez, ez azért is egy jó és érdekes dolog, mert amikor imádjuk az Urat, akkor szeretjük az Úrnak az arcát látni, és ez életet hoz belénk. És amikor azt mondja a Szentírás, hogy mi is átváltozunk dicsőségről dicsőségre, ahogy az Úr dicsőségét szemléljük fedetlen arccal, és ezért, amikor egymás arcát látjuk, akkor ugyanúgy látjuk tükröződni Istennek a dicsőségét. És ez, nekem ez, ez az Isten élményhez hozzátartozik, hogy láthatlak benneteket is, látom az arcotokat, és látom rajtatok Isten dicsőségét. És nagyon hálás vagyok ezért. Nagyon hálás vagyok azért, hogy most nem csak egy fizikai helyen vagyunk itt, hanem egy szellemi helyen is bejöttünk Istennek az imádatába, bejöttünk a Szentek Szentjébe, és itt lehetünk Isten előtt. Akik esetleg nem ismernek, Ország György vagyok, és nagyon örülök, hogy Isten igényéről beszélhetek egy pár dolgot. Szeretném kinyitni a Bibliámat itt. Két igét szeretnék felolvasni. Az egyiket a Malakiás könyvéből. Malakiás 4, 5, 6, ismerjük az igét. Ez akkor volt, amikor az Ószövetség és az Új Szövetség időszaka között volt, elindult egy 400, több mint 400 éves csend, és ezt a csendet ezzel vezette be Isten, hogy majd lesz valami. Az utolsó, akkori profétának az utolsó mondatai így hangoztak. Íme elküldöm nektek illést a profétát, mielőtt eljön az úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és megneverjem a -e földet átokkal. Tudjuk, hogy itt a messiást ígérte meg az Úr, megígérte, hogy el fog jönni a Krisztus, de előtte kellett, hogy legyen valaki, aki elkészíti az utat, elkészíti az emberek szívében a várakozást, hogy jól viszonyuljanak majd a messiáshoz, jól viszonyuljanak Istenhez. És ugyanezt az ígéretet ismétli meg a Gábriel arkangyal, amikor megjelent keresztelő János anyukájának, Erzsébetnek, és így szól a Lukács 1.16-17. És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, bármint az ő gyermekel, keresztelő János, megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ez ő előtte fog járni az illés szellemével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az úrnak tökéletes népet. Ez pedig ugye már a 400, 400 év csend lejárta után lett bejelentve, amikor tényleg megvalósult az, hogy Isten elküldött valakit, aki elkészíti az utat. A messiás előtt. És akkor ugye később megszületett keresztelő János, és elkezdett szolgálni, és elkezdte hirdetni Isten királyságát, és megtéríteni az embereket Istenhez. De milyen érdekes dolog, hogy az a szükség, ami, ami arról szólt, hogy jön az Úr, és szükség van arra, hogy az emberek szíve felkészült legyen az Istenhez való megtérésre, hogy valóban Isten számára egy tökéletes nép legyen, annyiféle bűn van, és mégsem egy olyan bűnt nevezett meg, hogy az állandó házasságtörés, aparáznaságok, meg loptok egymástól, meg igazságtalanok vagytok, ezek mind bűnök voltak a nép életében. Egyetlen konkrét problémára mutatott rá Isten, hogy baj van a generációk között. Arra mutatott rá, hogy az atyák és a fiak nincsenek jobban egymással. És azt mondta, hogy ezt akarom helyreállítani, mielőtt maga a messiás jön. Mielőtt ott Izraelben maga a messiás eljött. És Isten dolgozik ezen, Istennek ez egy komoly terve, és természetesen tudjuk jól, az egyház történelemben is azóta, és tudjuk a jövőre nézve is, hogy lesznek az Úrnak hatalmas munkálkodásai, és voltak az Úrnak hatalmas munkálkodásai, nem csak személyek életében, hanem országok életében hatalmas ébredések, világszintű ébredések, és Isten ezt mindig valahogyan előkészíti. És azt lehet látni, hogy Istennek szívügye az, hogy úgy készítse elő az embereket, arra, hogy ő jön és megváltoztatja a helyzetet, hogy a generációkat rendbe rakja. A generációk egymáshoz való kapcsolatát rendbe rakja. Mert annyiféle bűn van, annyiféle probléma van, sok mindennel lehet foglalkozni, lelkigondozni, kezelni, rápirítani az emberekre, hogy már pedig ebből térje meg, rengeteg probléma van, de ezt különösen kiemelte, hogy a generációkat egymáshoz vissza fogom fordítani. Úgyhogy egy ilyen megtéretlen nemzetben azt szeretném kiemelni, hogy nem csak a lázadókkal volt gond, ugye azt mondta itt, érdekes, hogy Gábriel arkangyal hogyan használta vagy idézte Isten igéjét, a proféta szavát, nem azt mondta, hogy és a fiakat az atyákhoz, hanem azt mondta, hogy és az engedetleneket az igazak bölcsességére. Ezt a második felét így értelmezte, így fogalmazta meg. De az az érdekes, hogy nem csak az úgynevezett engedetlenekkel vagy lázadókkal volt probléma, hanem az atyákkal is probléma volt. Az idősebb generációval. Ezzel néha, erről néha elfeledkezünk, és azt mondjuk, hogy hát igen, a lázadó ifjúság térjen csak meg a sok-sok bűnéből. És mi van, hogyha azt mondjuk, hogy igen, és a tisztelt idősebb generáció is, aki elrontott néhány dolgot, legyen szíves, változtassa meg az útjait, Azért, mert Isten jönni akar, és változtatni akar. Néha én, gondolk, néha én gondolkozom, hogy most melyik generációba soroljam magamat. Ö, inkább felvállalom mind a kettőt. Fölvállalom mind a kettőt. Szóval nem csak, nem csak az engedetlenség az alap probléma, ezt annyira könnyű ráhúzni, ugye saját tapasztalatból beszélek, mármint a múltamban, amikor fiatalabb voltam, meg a jelenemben, amikor a saját fiatalabb generációm felé, tehát a gyerekeim felé szolgálok szülőként. Látom minden oldalról, hogy nem csak az engedetlenséggel van probléma, hanem vannak ezeknek az engedetlenségeknek még mélyebb, gyökeresebb okai. Ismeretlen utak vannak az emberek szívébe, feltérképezetlen barlangrendszerek, ahol nem tudjuk, hogy mi minden bújkál, mi minden rejtőzött el, mi minden rombolódott le, amiből állandóan ilyen, ilyen visszás helyzetek köszönnek vissza, törnek föl a felszínre, amit a felszínes szemlélő csak úgy tud megfogalmazni, hogy hát ez lázadás. Nem tiszteli az idősebb generációt. Nem enge, nem fogad szót ez a gyerek már megint. Vagy rosszabb esetben ez egy rossz gyerek, hát szóval ez nevetséges, nem, nem lehet így lezárni. Ismeretlen utak az emberek szívében, bizalmatlanságok, csalódások, csaló, további csalódástól való félelmek. Szóval említettem, hogy saját tapasztalatból is beszélek. Én 18 éves voltam, amikor hála Istennek megismertem Istent, mert nagyon-nagyon kilátástalan volt az egész életem. Én akkor nem voltam hívő, a szüleim mindig is élőhitű, vallásos emberek voltak, ezt valahogy így tudom megfogalmazni. És az én drága édesapám nagyon nehezen tudta kifejezni az érzéseit. És persze szeretett engem, ahogyan csak bírt, ahogyan tudott, de az biztos, hogy a kapcsolatunk az nem volt egy közvetlen kapcsolat, és ez megpecsételte az egész gyerekkoromat, és meghatározta azt, hogy 16-17-18 éves koromban egy ilyen tipikus lázadó lettem, nem ilyen szép rövid volt a hajam, hanem ilyen szép hosszú. Abban az időben ez egy feltűnőbb dolog volt, mint mostanában ez okot adott a rendőrnek is, hogy átjöjjön az egyik oldalról a másikra, és igazoltasson. És, de higgyétek el, hogy ebből a 18-tól 48-ig, szóval ebből a 30 évből semmit sem bántam meg, se a nehézségeket, se semmit, az örömöket meg főleg nem. És azt, azt tudom tapasztalatból mondani, hogy Isten tényleg megcselekzi azt, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét az atyákhoz fordítja. Igaz, hogy az én drága édesapám egy, egy, egy olyan gyerekkort hordozott magában, gyerekkornak a lenyomatát hordozta magában, ami tényleg képtelenné őt arra, hogy egy, egy olyan igazi álom ideális apaként tudjon viselkedni velem vagy viszonyulni hozzám, vagy kimutatni legalábbis az ő szívből jövő szeretetét, viszonyulását. És ennek ellenére Isten el tudta végezni azt. Először is én, miután megtértem és megismertem az Urat, átformálódott bennem az, hogy ezt a lázadást félretettem. Megmondom szintén, hogy nem egyik napról a másikra történt. Tehát az, hogy az ember úgy keresztényé válik, az nem garancia arra, hogy mostantól mint a gyerek vagyok, és mostantól pontosan jól tudom, hogy hogy kell tisztelni a szüleimet. Ez egyáltalán nem így van, hanem ezáltal egy lehetőség nyílik arra, hogy Isten dolgozni tudjon a szívemben, a gondolkodásmódomban. Először ugye megtér és nagy örömében, amilyen környezetben akkor voltam, és amilyen szófordulatokat, szóhasználatot eltanultam, meg, meg szemléletet. Hát ugye az első reakcióm az volt, hogy a szüleim, ti vagytok a nagy vallásosak, én meg az élő hitű, igazi keresztény. Szóval butaság, és nagyon megbántam már azóta ezt, a, ezt az okoskodó különbségtételt, ezt a felfúválkodottságot. De hát sajnos ez volt kezdetben, és aztán Isten dolgozott bennem, és, és ez megfordult, és eljött az, a, az az idő, amikor bocsánatot kértem édesapámtól. Nekem akkor ez, ez úgy fogalmazódott meg, hogy tudom, hogy az ember legjobb, hogyha a saját szavait használja, de de egyszerűen azt mondtam, hogy édesapám, védkeztem az égen és te ellened bocsáss meg nekem, hogy lázadó voltam és tiszteletlen voltam veled egész addigi életemben. És ő ezt ugye örömmel elfogadta, nem volt egy ilyen beszédes, vagyis hát beszédes ember volt, amikor a saját történeteit, az élet történeteit mesélte, de ez egy másik történet. És én, ugye ő azóta a mennyben van, de nagyon boldog leszek, amikor újra találkozni fogok vele. És most már úgy szoktam emlegetni hogy magamban, hogy a kisöreg, és, de akkor meg ugye mindig gyerekkoromtól így neveltek, hogy édesapámnak kell szólítani, tehát nem is volt más lehetőség. Szóval volt egy ilyen merev keret, amiben mozogni lehetett, és ez a merev keret, ez sok mindent meghatározott. De aztán, amikor elindult a szívünk meglágyulása egymás felé, akkor ő is a saját maga módján és a saját lehetőségei között el tud, elkezdte Megpróbálni kifejezni azt, hogy ő mennyire értékeli ezt a változást az életemben, és hát ő ugye egy református hívő volt gyerekkorától fogva, és hát abban a környezetben, ahol élt, ő neki ezt így betanították, gyerekkorától mindig ezt mondogatta, hogy református magyar vagyok, tomiglan, az maradok. Ezt így büszkén idézgette mindig, és ezzel nincsen semmi baj természetesen, csak ugye van egy ilyen keret, amiben az ember úgy bele képzelte magát, hogy ez a hívő élet, és ennél más, ettől eltérő biztos, hogy nem létezhet, ami ennél igazabb és jobb, tehát nem a reformátussággal van a gond, értsétek. És amikor el, elkezdte észrevenni ezeket a tényleg hiteles változásokat, akkor egyszer csak ez a keményen református ember azt mondta, hogy ő eldöntötte, hogy be akar merítkezni. És megkért, hogy én merítsem be őt. És ez egy akkora csoda volt, amire utólag is úgy tekintek vissza, hogy ez, ez az embereknél lehetetlen, de az Istennél lehetséges. És otthon a fürdőkádban bemerítettem őt is, és az édesanyámat is. Nagyon hálás vagyok Istennek, ezért a, ez, ez egy csoda ajándék, ami, ami nem, nem az én eredményem volt, mert én örülök, hogy egyáltalán meg tudtam tenni önmagamhoz képest egy-két pozitív lépést. Azért sztorizgatok nektek ilyen dolgokról, hogy ilyen biztató, bátorító dolgokat halljatok, hogy hogy vannak csodák ilyen téren is, a generációk egymáshoz fordulásában is, mind a két oldalról. És Isten dolgozik ezen. Dolgozik ezen, mert muszáj, muszáj, hogy történjenek dolgok, mert olyan, ahogy az előbb is mondtam, olyan utak vannak a szíveinkben, olyan feltérképezetlen, ismeretlen, problémás, háttérproblémák, amelyeket. Ugye, mivel nem Isten igéje formálta a szívünket, ez a világ formálta a szívünket. Én azt látom, hogy hogy sokszor költőknek a versei, sokszor dalszövegek, egy különböző együttesek dalszövegei, amikben el van rejtve úgy, vagy, vagy nyíltan a lázadás, vagy csak úgy ilyen kis finom fordulatokkal bele van fogalmazva, hogy hát igen, jó vagyok én, de mi, én mennyire jó vagyok. Nem gyűjtöttem példákat nektek, de azt hiszem, hogy, hogy nagyon sok mindennel lehet találkozni, aminek végül is az a, az a kicsengése, hogy, hogy egy önigazultságot erősít meg az ember szívében, és ezeket a zene által még mélyebbre tudnak hatolni ezek a dolgok, a tudat alatt is még jobban meg tudnak gyökerezni, és meg tudják határozni az embert, és ezért kell, hogy dolgozzon ezen az Úr az életünkben, és mi is kéri az Úr tőlünk is a hajlandóságot, hogy ezek megváltozhassanak. Ahogy az előbb felolvastam itt az igét, többször, többször is ugye megemlítettem, hogy azt mondta ott az Úr, hogy el ne jöjjek, hogy el ne kelljen jönnöm megverni ezt a földet átokkal. Miért van ez? ez? Vajon azért van, mert Isten annyira haragszik azért, hogyha nem hagyománytisztelők az emberek nem, nem ö, járnak tiszteletben? Nem, egyszerűen arról van szó, hogyha a generációk nem fordulnak egymáshoz, akkor hibát hibára halmoznak. És amikor hibát hibára halmoznak, egyre jobban elrontják nem csak a saját életüket, már a környezetüket is, egy társadalom teljesen meg tud romolni, és olyannyira el tud, egy olyan fokra tud eljutni, amikor tarthatatlanná válik ez a helyzet. Ez egy folyamat, de el tud jutni oda, hogy tarthatatlan az a helyzet, és Isten azt mondja, hogy ezt a tarthatatlan helyzetet megszüntetem. És egy egész országot is meg tud. Ö, büntetni egy átokkal, nem azért, mert ő büntetés szereti, nem azért, mert ő nem kegyelmes Isten lenne. Én hiszek a kegyelem evangéliumában, az Isten a kegyelme pontosan azért munkálkodik, hogy ezeket megelőzze. Isten megelőzni akarja ezeket a dolgokat, kigyógyítani akar bennünket ebből, de pontosan azért figyelmeztet, mert vannak folyamatok, amiknek, hogyha hagyjuk a kifutását, akkor tarthatatlanná válik, és egyre jobban rombolja a környezetünknek is az életét, egyre jobban rombolja a jövőnket. A fiatalok, amikor majd nagyobb, ö, nagyobbak lesznek, bocsánat, amikor idősebb generáció lesznek, és saját gyermekeik lesznek, már előre rombolják, be van programozva a saját gyerekeik életének a rombolása akkor, hogyha ezek a szívbeli fordulások nem történnek meg. És Isten ezt nem szeretné, Isten szeretetből, hogy megelőzze ezeket a dolgokat, szeretetből csinálja ezt a kezelést, és szeretetből mondja azt, hogy ezt nem fogom engedni. De Istennek nem az átok a célja, nem azért, hogy elpusztítson egy országot, az, az egy nagyon-nagyon-nagyon végletes dolog, hanem a megelőzés és a gyógyítás. Szóval sok minden van, zenék, dalszövegek, amelyek dolgoznak az emberek szívébe, akár ugye a gyerekeknek a szívébe, de még mielőtt azzal hibáztatjuk a gyerekeket, hogy milyen zenét hallgatnak már megint, akkor ugye gondoljunk bele, hogy miért mit hallgatnának. Jó, tudjuk, hogy van a dicsőítés, és akkor hallgassanak dicsőítést, de még azok is, akik meghallgatják a dicsőítést, ugyanúgy meghallgatják a világi zenét is. És nem mondom, hogy a világi zenék között nincsenek jók, mert persze, hogy vannak jók is, de különböző fokozatok vannak, és néha igencsak nehéz kiszűrni. És nem, nem az, tudjuk jó tapasztalatból, hogy nem az eltiltás a megoldás. Nem az a megoldás, hogy azt mondom, hogy már pedig nem csinálhatod, mert akkor meg kíváncsiságból, titokban úgyis egyszer csak eljut oda, hogy meghallgatja. Vagy pedig a kortárs nyomásra Hallgatja meg azért, mert hát ugye oda akarja érezni magát. Úgyhogy az a megoldás, hogy inkább valami olyat kapjon, ami erősebb, tartalmasabb, hitelesebb, ami a szemében is hitelesebb tud lenni, és amiből valódi értékeket és valódi válaszokat kap. És ezen nekünk dolgozni kell. Tehát most röviden beszéltem arról, hogy hogyan értsük meg a fiakat, a, fia, a fiatalokat. Most beszélnék arról, hogy hogyan értsük meg az atyákat, az idősebb generációt. Az atyák is voltak valamikor fiak, az anyák is voltak valamikor fiatal lányok. És nekik is vannak ilyen réges, régi lenyomatok az életükben. Nekünk is vannak ilyen régi lenyomatok az életünkben. Ennek a generációnak sem volt tökéletes minden a gyerekkorában. Ők is le kellett, hogy küzdjék. A régi csalódásaikat, és még most is küzdenek gyermekkori vagy fiatalkori csalódásaikkal, vagy akár a kereszténységben szerzett csalódásaikkal. A saját szüleik, elődeik fel nem dolgozott hibáival, amivel igaziból talán nem is lehetett mit kezdeni, mert néha bonyolult az élet. Bocsánat, nem ilyen frázisokat fogok puffogtatni. De szóval tartaniuk kellett magukat, mert, mert, azért valahogy mégiscsak vinni kell tovább előre az életet. Érzik, hogy, hogy, van szerepük, és az a szerepük, hogy stabilitást adjanak a fiatalabb generációnak, a saját gyerekeiknek. És stabilitást kell adni, ezért valahogy tartani kell magukat. Nem csinálhatják azt, hogy ezek a régi, zavaros dolgok határozzák meg az életüket, a jelenüket, és ezért saját megoldásokra kellett jutni, és ezek a saját megoldások nem mindig voltak tökéletes megoldások. És persze aztán, ahogy, ahogy szoktuk mondani, hogy bennő az ember feje lágya, akkor ugye hasznosítunk a csak hasznosítunk a régebben az apáinktól, anyáinktól tanult dolgoktól, dolgok közül néhány dolgot, mert azért csak kiderül, hogy, hogy igazuk volt az öregeknek jó néhány dologban, de hát sajnos sokszor ez, ez időbe telik, mire ezek a felismerések megtörténnek. Nem mindig rögtön látja meg az ember azért, mert van egy szűrő, a hibáknak a szűrője. Az atyák, az anyák hibáinak a szűrője ott van, és ez a szűrő nem engedi meg, hogy azonnal észrevegyük a jó dolgokat a rossz dolgok között. És ilyenkor van egy versenyfutás az idővel. Mert minél hamarabb sikerül meglátni a jót a rossz dolgok között, annál kevesebb meggondolatlanságba mennek bele a fiatalok. Úgyhogy meg kell érteni az idősebb generációt is a saját küzdködéseiket. Szóval fontos, hogy a, ahogy itt Gábriel Arkangyal kijelentése mondta, hogy az igazak bölcsessége, ugye hogy az engedetleneket az igazak bölcsességére, tehát a fiak szívét az atyákhoz térítse, az oda eljussanak a, a fiatalabb generáció tagjai, a meggondolatlanságok helyett, a rossz dolgok helyett, hogy ne azok gyűljenek össze az ember életében, és azoknak a következményei, hanem megelőzzük, prevenció legyen. Elkerüljük a rossz dolgokat, amiket később már nehezebb korrigálni, és ehelyett a jó dolgokat éljük meg, amikért később nagyon hálásak leszünk. Ugye Malakiás azt mondta, hogy elküldöm Illést a prófétát, hogy az atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz, hogy megneverjem ezt a földet átokkal. És uh, itt már beszéltem a tarthatatlan dolgokról, hogy ő ezért cselekszi ezt, hogy összehangolja generációkat, és Istennek egyébként nem csak akkor volt gondja erre, hanem az új szövetségben is János Apostol, most ezt nem nyitom ki, János Apostol üzent az atyáknak, üzent a fiacskáknak, üzent az ifjaknak, mindenkinek megvolt a maga üzenete. Pál Timóteusnak azt üzente, hogy hogyan bánjon a környezetében, a gyülekezetben levő különböző generációs emberekkel, és azt mondta, hogy az idősebbeket úgy incsed, mint az atyáidat. Úgyhogy, és mindenkit úgy állított be, mintha saját rokonod, mintha saját családtagod lenne. Mindenkivel akar foglalkozni a maga módján Isten, mert mindenkinek van gyógyulni való az életében. Tehát ne korhold az idősebb embert, ahogy mondja ott, hanem mint az atyádat úgy incsed. Mert meg kell érteni. Milyen megoldást ad Isten ennek az egész helyzetnek a kezelésére? A Bibliában milyen megoldás van, vagy mi van elkészítve nekünk ebben a generációban? Azt mondja, hogy elküldöm illést a profétát. Istennek vannak olyan titkos fegyverei, olyan küldött emberei, a profétái, akiken keresztül tud dolgozni ezen, mint egy ilyen ajándék, ajándék csomagban elkészítette Isten a megoldást. Az Efézus 4 szerint a proféták is azok közé az emberek közé tartoznak, akik azon dolgoznak, hogy felépítsék a Krisztus testét. Dolgoznak azon, hogy meg tudjon változni az emberek élete. És emellett vannak nem csak az illésszerű próféták, hanem vannak a jeremiási szerepben működő szolgálatok, akiket országok fölé helyezett az Úr, hogy mondja Jeremiásnak, hogy én a mai napon téged népek és országok fölé rendellek, hogy omláj, írts, pusztíts, romba, építs és plántálj. Ez nem azért van, mert Isten a pusztítás szereti, hanem vannak dolgok, amiket ki kell gyomlálni például az embereknek a szívéből, az emberek gondolkodásából. És ezért jó, hogyha elhangzik minél több profétai szó, minél több profétai szolgálat, ezért jó, hogy létezik egy profétai mozgalom az országban, és ezért jó, hogy fölemelkednek a proféták, és tudunk hívó szót küldeni a proféták, profétai elhívású emberek felé, akik még nem jöttek elő, mert sokan vannak, akik még nem jöttek elő. Vannak az illések, akik ott bujkálnak a barlangban, és hívnunk kell őket, hogy előjöjjenek a barlangból. Vannak a jeremiások, akik azt mondják, hogy á, ifjú vagyok én, ifjú vagyok én még, nem tudok még úgy beszélni. Kell, hogy segítsük és bátorítsuk őket, hogy ne mondd ezt, hogy ifjú vagyok. Vannak, a, vannak a, az ezékielek, ezékielnek azt mondta, az Úr, hogy egy időre befogom a szádat, hogy ne, ne legyél ilyen fedő, állandóan ilyen fedődő ember a népet között. Olyanok is vannak, akik azt mondják, én próféta vagyok, és állandóan mondják a feddéseket. Szóval az, annak is meg kell változnia. Mert nem, nem ez a cél, a, a felépítés a cél, a gyógyulás, a helyreállás a cél. Vannak a Mózesek, akik azt mondják, Á, küldjed Áron, kis személyiség zavar, majd ő nem, segítenünk kell, hogy meggyógyuljon a személyiségük a profétáknak. És olyan érdekes dolog ez, ugye, hogy az ember azt gondolja, hogy proféta az valami hiper szuper ember, leszállt félig a mennyből, vagy most, most megy félig fel a mennybe, ugye tüzes szekerekkel, mint illés, nem is tudjuk, hogy, hogy ember, vagy angyal, vagy micsoda, de egyáltalán nem erről van szó, pontosan ugyanolyan ember, csak Isten azt mondta neki, hogy hát akkor én most profétának elhívtalak téged, és akkor lehet, hogy először pelenka cserével jár a dolog, mert hát, hát én, én nem, én nem állok kész erre a dologra, és Isten azt mondja, hogy de majd én a beszédeimet adom a te szádba. Úgyhogy vannak ilyen emberek, és jól tesszük, hogyha nyitottan fogadjuk az ő szolgálatukat. Szóval dolgoznunk kell azon, hogy a generációk szíve egymáshoz forduljon. Minek okoznánk még több sebeket egymásnak? Generációk. Minél, vagy miért kellene Annyi lelkiismeret, furdalást hordozunk magunkban, és ezáltal elzárkózni egymástól, és ezáltal elzárni a lehetőséget attól, hogy a fiatalabb generáció jó dolgokat tudja megtanulni. Ez nem egy utópia, ez egy létező valóság, erre van lehetőség van lehetőség arra, ami lehet, hogy most csak egy álomnak tűnik, hogy, hogy hogyan akarod ezt megvalósítani, én nem tudom emberileg, ez az embereknél lehetetlen, mondta Jézus egy helyzetben, de az Istennél minden lehetséges, és Istennek ötlete is van rá, nem csak azt mondja, hogy lehetséges, higgyél benne, hanem Isten az jó ötleteit előhozza, Szeretem ilyenkor azt mondani, hogy tudjáról, hogy mivel Isten képmásának vagy, Isten képmására vagy teremtve, ezért te Isten egyik jó ötlete vagy nézzél nyugodtan a tükörbe, Istenem, de jó ötleted volt. Lehet, hogy eddig nem így értékelted magadat, de tudj róla, hogy te nem emberek találmánya vagy, te Isten találmánya vagy. Isten egy nagy feltaláló. Van legalább 7 milliárd találmánya. És az egyik te vagy. Ne legyen földbeásott kincs, az életed, a lelked, a személyiséged, a lehetőségeid, a potenciálod. Te egy olyan találmány vagy, hogy tudod tükrözni az Isten dicsőségét. És ami eltorzult ebbe, tudom, hogy nem mindenki látszik rögtön Isten képmásának, lehet, hogy az utcán lehetne mutogatni még a kereszténységben is, hogy ő az Isten kép a ha hagyjál békén. De igen, csak éppen eltorzult, mert eltorzította az élet, eltorzította a generációk közötti probléma. Sok minden. De helyre lehet állítani, ezért küldte el Jézust. Mert Jézusban fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, és átváltozunk. Visszaváltozunk az eredeti rendeltetésünkre, hogy tükrök legyünk, Isten tükrei. Egy nagy találmány vagy te. Egy nagyon jó ötlet vagy. Ne felejtsd el. Ez nem egy motivációs beszéd most itt. Nem egy motivációs speaker vagyok. Ez nem duma. Ezt nem én találtam ki. Jó zene. Nem baj, hova vagy? Semmi gond. Oké, okay, de ez egy ilyen jó kis ilyen kicsengésnek jó volt pont a végére. Mármint ennek a gondolatsornak a végére. Szóval azt akarom mondani. Hogy, hogy nagyon fontos, hogy megértéssel legyünk a generációk felé. Legyél megértéssel a másik generáció felé. Tehát mondom a fiatalabbaknak legyél megértése, vagy, vagy akik köztes állapotban, mert annyiféle generáció vagyunk, jó, mondjuk én is ilyen köztes generációnak tartom magam, legyünk megértéssel az apáink, anyáink felé. Nem tudjuk, nem érezzük át, hogy mi mindenen mentek keresztül, nem csak az élet nehézségei, hanem a saját identitásválságuk, a saját felelősségérzetük, és a saját lelkiismeret furdalásuk, hogy nem tudom, hogy mindent pont úgy csináltam-e, ahogy kellett volna. Valószínűleg nem. Hm? És te be tudod bizonyítani, hogy jobban fogod csinálni. Tudom, 18 évesen mindenki azt mondja, hogy én majd megmutatom. Ez önmagában nem egy rossz motiváció az emberben, csak félre kell söpörni a büszkeséget. <laughs> mert te is fogsz hibázni. Legyen benned ez a jó motiváció, mert egyébként Istennek vannak nagyon jó ötletei, hogy a generációk tanuljanak az előzőknek a hibáiból valóban. Tehát ne, ne dobd ki ezt, ezt a fiatalos lendületet a szívedből sohasem, hogy én majd megmutatom, csak ez az én majd megmutatom, ne arról szóljon, hogy mert az apám meg az anyám hülye volt, és én bezzeg majd magamtól jól tudom, hanem arról szóljon, hogy igen, látom, hogy sokat küzdködtek, lelkileg is sokat küzdködtek, látom, hogy volt, ami jól sikerült, volt, ami nem. Nem mindent értek még, hogy miért voltak olyanok, de... Elhiszem, hogy, hogy nehezebb volt, mint ahogy ezt át lehetne látni. Semmi gond, tanulok az ő hibájukból, és most akkor megpróbálom másképp csinálni. Kérem Isten kegyelmét, hogy tudjam másképp csinálni. Igen, ez a motiváció maradjon meg benned, mert így jól fogod tudni csinálni, mert aki, van egy szellemi törvényszerűség a Bibliában. Aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. Ez azt is jelenti, hogy ha vannak ilyen generációk, akik ezt a lelkületet, mentalitást felveszik a szívükbe, akkor van esély arra, hogy generációról generációra egyre magasabb szint legyen produkálva. Tényleg, ez, ez nem, nem ez nem azt jelenti, hogy a második generáció jobb, mint az első, ez arról szól, hogy Isten kegyelme újra és újra munkálkodik. Tud munkálkodni azért, mert átváltozunk dicsőségről dicsőségre. A dicsőségre. Tanulunk az elődeink hibáiból, nyugi a következő, a te utánad jövő is tanulni fog a te hibáidból. Szóval, érted? Nincs, nincs mire felfúvalkodni, nincs mire túl büszkének lenni, hanem Istennek hálás szívvel, és az atyáknak és az anyáknak hálás szívvel. Fogod tudni végigcsinálni ezt a folyamatot. Ez egy természet fölötti törvényszerűség, ez működik. Ez olyan törvényszerűség, mint a gravitáció. Van, és kész. Ha megalázod magad, felmagasztaltatsz szeretném biztatni az atyákat és az anyákat, hogy ez a kialakult generációs helyzet nem a ti hibátok. Nem a ti hibátok. Ez ennek a világnak a hibája. És ti is kaptatok valamilyen örökséget, úgymond saját apáitoktól, anyáitoktól, és még csak nem is az ő hibájuk, mert ők is kaptak és azok is kaptak, és azok is kaptak. És ki fogja tudni egyszer feloldani ezt az egészet? Csak is az Isten kegyelme. És hogy te megismerted az Isten kegyelmét, és megismerted azt, hogy van lehetőség fordulatot csinálni, akkor te használd ki ezt a lehetőséget. És élj vele, és dicsújtsd meg az Istent az életedbe. Azzal, hogy hálás leszel Istennek, hálás leszel a szüleidnek. Most nekem engem nem érdekel, hogy hány százalékban rontották el, és hány százalékban csináltak jót. Szerintem jót akartak. De tudom, hogy vannak kivételek, tehát egy nevelőszülői hálózatnál dolgozom, és tudom, hogy vannak olyan gyerekek, akik egy centi jó dolgot nem tudnak mondani, hogy kaptak volna a szüleiktől. Valóban, megértem, nem vitatkozom vele. Mármint, hogy az eredeti szüleiktől akkor csak tanuljanak az előző generációból, ha nem is a saját édesapjuk és saját édesanyjuk, de az előző generációból, akik, akiket ismernek, azoknak akár a pozitív dolgaiból, akár a negatív dolgaiból. Oké, okay. de éppen azért, mivel nem a ti hibátok ez a helyzet, ami kialakult, ezért arra kérlek benneteket, hogy ne is erőltessétek azt, ami nem működik. Tehát ne erőltessétek azt, hogy már pedig fiam, lányom, és már meg, hogy ezt így kell csinálni, és így tovább, és így tovább. Tudom, hogy ez jó motivációból jön, nem így fog működni sokszor. Hogy százszor elmondtam neked, hogy rag már el azt a telefont. Nem így fog működni. Mert egy szitokszót csináltunk abból, hogy már megint csak telefonozol. Miközben mi is az idősebb generáció, mi is egyre többet kell, hogy telefonozzunk, hogy életben tudjunk maradni ezen a világon. És igen, nem, nem, csak, nem, csak, hülyeséget néznek azon a telefonon, meg mit tudom én. Én, én eldöntöttem, hogy, hogy miközben persze figyelek a fiamra, és figyelek arra, meg nem csak a fiamra, két lányom van, két fiam, van két nagyobb gyermekem, lányfiú, és két kisebb gyermekem, lányfiú. Szóval miközben szeretem őket, és, és figyelek rájuk, és tartok egy, 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 olyan kapcsolatot, hogy igyekszem a bizalmat föntartani. Én tudom, hogy ez néha ilyen kötéltánc, ahogy jönnek a tizen évek, tizenes évek. Tudom, hogy velem is kötéltánc volt a saját szüleimnek, szóval talán. És, és úgy voltam vele, hogy nem fogom állandóan a fülét rágni, hogy na most mit néztél éppen a telefonon, mert ez, ez így nem fog működni, hanem a bizalmat közvetítem felé, és, és hogy tehetek az évek, kiderült, hogy ő úgy megtanult angolul, hogy én csak nézek. Szóval, ugye az apja tolmács, és akkor nézek, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ő jobban tudja, mint én, és Kisújból a felsőfokú nyelvvizsga, meg minden még érettségi előtt szól dicsőség az úrnak. Ez most csak egy példa, ez csak egy dolog. De tudom, hogy megvolt az értelme annak, hogy bevállaltam azt a kockázatot, hogy bizalommal viszonyulok hozzá, és nem csak a bizalmat, hanem a szeretetemet, az elfogadásomat folyamatosan közvetítem felé. És természetesen törődök vele, és természetesen minden zicserhelyzetet kihasználok, hogy tudjam tanítani őt az életre. Nem mindig van zicserhelyzet néha az van, hogy most tudom, hogy most hiába próbálnám rúgni a kapura a labdát, most nem megy be. És ezt csak így ilyen bátorításnak mondom szülőknek, inkább keresétek az itszer helyzeteket. Nem mindig kell erőltetni azt, hogy századszor is oda rúgom, mert kivédi mert kivédi, mert, mert, mert van valami fölkészültség, amit sajnos nem, nem egy jó értelembe vett felkészültség, hanem ez a világ valamire fölkészítette őt, és, és mindig kivédés. Akkor jó, akkor, akkor meg kell tanulni cselezni. Nem vagyok focista, de nézek itt Péterre egyfajtában, de remélem ilyen megerősítő bólogatások jönnek. Köszönöm. Akkor cselezni kell. Nem azért, mert át, nem átverni akarom a gyereket, hanem csak mert, mert ő, se, ő se tudja, ő se veszi észre, hogy most igazi volt, csak ilyen ösztönös védekezés van benne, mert, mert ő úgy érzi, hogy valamit jobban tud. Szóval megértőnek kell lenni. Én erre hívok mindenkit, hogy legyünk megértőek. Szóval, hogy kértem, hogy legyünk megértőek az idősebb generáció felé, még megértőbbek, úgy nagyon-nagyon kérlek benneteket, szülők, hogy legyünk még megértőbbek a fiatalabb generáció felé. Muszáj, mert csak így fogjuk tudni kigyógyítani őket, ha csak azért isből. Nem az ő hibájuk. Nem az ő hibájuk, hogy csak azért isben élnek. Ez a világ, tehet róla. Meg a sátán. E világ fejedelme. Meg jó, biztos lehet azt mondani, hogy igen, meg volt ott az a hülye, meg az, az is, meg az, az a csaj, meg az a srác, oké. Okay de akkor is ez a világ tehet róla, és ne a, nem a gyereket kell hibáztatni, mert a hibáztatással nem jutunk ötről a hatra, hanem a kegyelemmel jutunk ötről a hatra. Az esélyadással jutunk ötről a hatra. A bizalommal jutunk ötről a hatra, az őszintességgel jutunk ötről a hatra. Jó, hát most nem kell az egész élet történetünket elmesélni, meg nem biztos, hogy minden egyes hibánkat annyira ki kell rögtön részletezni, majd lehet, hogy van, amit csak tíz év múlva. Ö, olyan részletesen de akkor is van esély erre. Még akkor is, hogyha ez úgy tűnik, hogy hát ez lehetetlen. Gyuri, jókat mondasz, de... Hm. És tudod, azt mondja Jézus, hogy ez az embereknél valóban lehetetlen, de az Istennél lehetséges. Isten téged alkalmasá tud tenni arra, hogy zicsereket lőjél be. És Isten másokat is fel tud használni arra, tőled függetlenül is, ez, ez itt a bizalom helye, ez itt a hitnek a helye, hogy más élethelyzeteket, gyülekezeteket, keresztény szolgálatokat fel tud használni arra, hogy a fiadnál, lányodnál belőjék az icert. Lehet, hogy nem neked fog sikerülni, semmi baj, te csak a gólpasztadod. Az is jó, a gól a lényeg, nem? Nem a magyar fociból indulok, de az is jó. Hogy mit tudom én? Oké, okay. szóval. Igen, nagyon sok bátorítás van bennem. Ez egyszerűen nem bírtam követni az időt, hogy hol kezdtem és hol fejezem be. Úgyhogy mondjatok valamit, hogy hol járok időben. Még van idő? Ó, akkor egy következő itt van. Jó. Szóval azt szeretném mondani, hogy oké, okay, Tudom milyen az, amikor elrontottam dolgokat, nekem is vannak ilyenek, hogy belém hasít néha egy-egy rossz emlék, hogy valamelyik gyerekemnek a kisebb korában, mit rontottam el, amit másképp kellett volna, egy-egy szituáció, de nem lehet ezen se pörögni állandóan. Tehát nem lehet állandóan, hogy ez a lelkismeret fordulás zaklasson minket folyamatosan, hanem azzal lehet a hibákat kiavítani, Legjobban, leghatékonyabban, hogyha a jó döntésekben, a jól kezelt szituációkban álhatatos vagyok. Ugye meg van írva Isten igében, hogy a rosszat jóval győz le. Úgyhogy oké, okay, voltak hibák, és igen, van helye annak is, hogy a gyerektől bocsánatot kérni. És akkor elkezdek álhatatos lenni a jóban. És tapasztalatból tudom mondani nektek, a jó le tudja győzni a rosszat. Az elkövetett hibát a jó döntések felül tudják írni. És volt olyan beszélgetésem gyerekeimmel, hát most nincsenek itt, meg nem is, na mindegy. Van, amelyik néha itt szokott lenni, de most így azért mondom, hogy nincsenek itt, aztán hogy majd videóról nézik-e, vagy sem, azt nem tudom, de nem baj. De szóval volt már olyan beszélgetésem a nagyobbakkal, hogy, hú, hát tudjátok, akkoriban úgy szigorú voltam, emlékeztek, meg minden, és ez ilyen nagyon finom megfogalmazás, mert nagyon szigorú voltam időnként, túl szigorú. É, és nem azt mondják, hogy hát igen, apa, az biztos olyan rettenetes volt, meg minden. Nem azt mondják, hogy nem, hát az, az jó volt, de ezt most nem azért mondom, hogy igazoljam a túlszigorúságot, mert én tudom, hogy mi volt a túlszigorú, hanem azt akarom mondani, hogy amiket utána jól tudtam csinálni, az egyszerűen el tudtam mosni ezt az egészet. Igen, megértették, hogy mi volt az, ami túlszigorú szituáció volt, de nem egy olyan kiemelkedő emlék, mint egy nagy emlékmű, magasodik előttük, hogy hát igen, az életem gyásza, hanem egyszerűen, igen, ott volt hm, múlt, és a jelen már más. Ez bizalomkérdése, hitkérdése. Az Istennél minden lehetséges. De az biztos, hogy ez egy út, amin végig kell menni. Szóval, ha jól kezelt szituációkban állhatatos vagyok. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy elveim vannak, úgy döntöttem, hogy lecserélem a korábbi elveimet. Keresztény elveim voltak, de ez a keresztény, hát tudjátok, egy ilyen homályos kategória. Nagyon keresztény elveim voltak egy engedelmesség elvárása terén, és úgy döntöttem, hogy lecserélem ezeket az elveket, nem az ellenkezőjére, hanem arra hagytam, hogy, hogy például, hogy a szeretet, az ne csak egy ilyen jó csengő, hogy ó, persze, mindezt szeretetben végzem, ámen, tudod. És akkor hajlamosak vagyunk erre keresztények sok helyzetben, hogy persze szeretetben mondom ezt neked testvérem, meg én szeretetben csinálom ezt, úgy kimondom, hogy szeretettel, és közben nem tudja áthatni a szeretet, és én ezért úgy döntöttem, hogy igen, lelepleztem saját magamban ezt, hogy nem igaz, ezt nem szeretetben csináltam, nem abban a teljes odaadásban, ahogyan ennek a gyereknek szüksége van rá, egy ugyanolyan ember, mint én. Ugyanúgy küszködik a saját problémáival, akkor most mi jogon vagyok én 80%-os szeretettel ő felé egy bizonyos helyzetben akár. Mert hogy a szeretet az, amire mindenkinek szüksége van. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Ezt mondja Isten igényen. Muszáj azért, mert így tud Istenben végbe menni minden. Nem csak az, hogy használd a szeretetet is, van még van a polcon egy kis szeretet, tudod, a fűszer, fűszerek között szoktunk nézni, a fekete bors már megint elfogyott, na nem baj, majd veszünk el időbe. Ez egy ilyen mondat nálunk, ami gyakran elhangzik. Oké, okay. de a szeretettel nem lehet így bánni, hogy van még a polcon egy kicsi? Nem, azt, azt önteni kell állandóan. Azt önteni kell állandóan, mert nem fog jól működni az összes többi dolog. Nem fog elég jól működni az összes többi dolog. Úgyhogy döntéseket kell hozni, hogy a saját elveimet átalakítom, áttransformálom, és hagyom, hogy átváltozzak dicsőségről dicsőségre, és a gondolkodásom átváltozzon minél százalékosabb szeretetre. Most nem úgy állok itt előttetek, mint a százalékos mintánykép gyerekek, mindent elértem tökéletesen, hanem dolgozok rajta, de legalább tudatosan dolgozok rajta hogy hogyan lehet ezt a gyereknevelést még nagyobb szeretettel, még nagyobb megértéssel, még nagyobb odaadással, még nagyobb segítséggel, még nagyobb bizalommal, még nagyobb hittel, hittel Istenben is, mert meg van írva, van egy ilyen ígéret, hogy és minden fiaid az úr tanítványai lesznek. És néha mi akadályozzuk meg az Isten ígéretének a beteljesedését ezekkel a a görcsös dolgokkal, amikor görcsösen nehezítem a saját gyerekem dolgát. Úgyhogy fordítsuk a szívünket a fiak felé. És mondom már is a fiaknak, a fiatalabb generációnak, fordítsuk a szívünket az atyák anyák felé. Megértéssel, bizalommal. Tudom, hogy ez most Tudom, nagyrészt most úgy hangzott, mint egy ilyen motivációs speaker beszéd, de, de nem is volt annyira jó, hál' Istennek. Nem ez volt a célom, hanem az volt a célom, hogy egy kicsit részt vegyek ebbe a munkába, amit Isten azért cselekszik, hogy a generációkat egymáshoz fordítja, fordítsa. Az atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz, azért, hogy ne kövessünk el túl sok hibát már, hanem egyre kevesebb legyen az elkövetett hiba a generációk közötti problémák miatt, sőt a generációk helyreállása miatt egyre kevesebb ilyen hiba legyen, ami tönkretesz egy társadalmat. Úgyhogy lányok, fiúk, értsétek meg a szüleiteket, még akkor is, hogyha már esetleg nem velük éltek, 20 évesként egyedül éltek, vagy akár már fiatalházasként házasként élétek az életeteket, vagy bármilyen élethelyzetben vagytok, nem késő a megértést választani. És mondom az atyáknak, anyáknak, hogy értsétek meg a fiatalabb generációt, még nem késő a megértést választani. És ezzel fordulni tud mindenkinek a szíve egymás felé. Oké, okay. úgyhogy kell, hogy imádkozzunk a másik generációért, kell, hogy imádkozzunk önmagunkért is természetesen, kell, hogy imádkozzunk fiataloknak az idősebb generációért, az idősebb generációnak a fiatalabbakért ez mindenképpen ott kezdődik, hogy szülők gyerekekért, gyerekek szülőkért, de azt gondolom, hogy ezt nyugodtan ki lehet terjeszteni bővebben is. Imádkozunk azért, hogy Isten segítsen meg bennünket is, mert ő tud bepótolni minden hiányosságot, minden generáció hiányosságát, a másik generációért is ezért, mert Isten munkálkodik ezen. És imádkozzunk azért is, hogy Isten küldje el, hozza elő az illéseket, szólítsa elő őket, a Dánieleket, ezek különböző szerepekben vannak, az Ezékieleket, a Jeremiásokat, a Mózeseket, hozzák elő, hozza elő az Úr ezeket. Én hiszek abban, hogy a profétai mozgalomnak, ami Magyarországon történik, egy ilyen multifunkciós célja van. Tehát én, én bátorítalak titeket abban, hogy higgyünk a profétai mozgalomnak a jelentőségében, ami most folyik már hatalmas, helyreállító potenciál, van a prófétai mozgalomban. Emberek ugyanúgy, de <laughs> abszolút, de, de Isten munkálkodik. Istennek tök jó tervei vannak, ötletei vannak, és ahogy beszéltük, te vagy az egyik ötlete Istennek. Pont úgy, ahogy vagy. Nem egy séma alapján. Úgyhogy ö, arra foglak megkérni, vagy mindjárt titeket, hogy álljunk fel, és imádkozzunk, ez nem egy ilyen vallásos dolog, hanem arra gondolok, és, és természetesen teljes szabadságban, hogy ki hogyan gondolja, hogy ezzel is fejezzük ki az akaratunkat, hogy fölkelünk. És, és, valami fordulatot akarunk hozni, hogy hiszünk abban, hogy tud fordulat történni, hiszünk abban, hogy nem a hibák szaporodnak generációról generációra, hanem tud egy, egy csoda történni, még akkor is, hogyha így fokozatosan tekerjük a kormánykereket, és fokozatosan fordul a kocsi a másik irányba, de hiszünk abban, hogy ezt meg lehet csinálni. Úgyhogy én ezt a hitet szeretném, hogyha együtt fejeznénk ki és, és imádkoznánk ezért, és igen, térjünk meg, és bánjuk meg azokat a dolgokat, amiket rosszul döntöttünk, rosszul csináltunk, bánjuk meg azokat a, a lázadó, kis, kis meghúzódó motivációkat, vagy, vagy mentalitások, at, attitűdöket, amik megbújnak a szívünkben, amik csak néha-néha úgy elő előtörnek, néha magunk se értjük magunkat, aztán mivel nem tudunk mit kezdeni vele, most egy volt lázadó, úgy leleplezi a dolgokat, mivel, nem tudok mit kezdeni ezzel a lázadó attitűddel, ami elő-előjön a szívemben, ezért megmagyarázom, hogy ez nem is lázadás, hanem nekem igazam van. De az egy dolog, hogy nekem igazam van, mert az csak egy összehasonlítás, az csak két dolog összehasonlítása, egy rossz meg egy jó dolog összehasonlítása. De az én hozzáállásom és az attitűdöm attól még lázadó tud lenni, attól még megvető tudok lenni attól még sajnos be tudom engedni magamba azt, hogy lenézem azt, akinek szerintem nincs igaza. Megvetem, és ez nem szeretet. És ezzel önmagamat mérgezem, ezzel a környezetemet mérgezem. Akár szülő vagy, akár fiatal vagy, és fiatal vagy, és majd szülő leszel. Akár szolgálsz valamiben, kis dologban, nagy szolgálatban, teljesen mindegy. Mérgezni fogod, hogyha nem megy ki ez a lázadó attitűd a szíved megbújó kis, kis részeiről. Ez a lázadó attitűd, ha nem megy ki, akkor miközben jót akarsz cselekedni, vagy szolgálni akarsz éppen, ezek a kis előjövő lázadó attitűdök mérgezni fogják. Mint ahogy Salamon írja a prédikátor könyvében, hogy a patikáriusnak a keneteit megbüdösítik a döglött legyek. Ugye a patikáriusnál azok a kenetek, kenőcsök, azok egészséges, jó dolgok. És belekerülnek ilyen pici kis muslicák, és kész, megbüdösítik. Tönkre van menve. Pedig jó dolog készült eredetileg. Aki csinálta, az értett hozzá, de nem figyelt oda, hogy ne kerüljön bele a muslica. És mi vagyunk ezek a patikáriusok. Isten képmásai vagyunk, nagy felelősségünk, Kitakarítani ezeket a muslicákat a szívünkből. Ha démonok, akkor démonok. Akkor legyenek azok kitakarítva. Áljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Ha megalázkodni kell hozzá, akkor alázkodj meg Isten, megdicsőül ebben. Atyám, védkeztem az égen ellen és te ellened. Tehát Isten ellen is, meg az ember ellen is védkeztem. Tudom. Bocsáss meg nekem. Ennyire egyszerű. Sok mindenről beszéltem, de ezt a sok mindent szeretném, hogyha belevennénk az imáinkba, miközben most imádkozni fogunk. És hogyha egy akaraton vagytok velem, akkor mondjatok majd áment, hogyha nem vagytok egy akaraton, akkor meg nem mondjatok áment. Teljesen szabadok vagytok rá, látjátok milyen liberális vagyok. Nem vagyok liberális egyébként. Meg, meg ilyen extra, hiper, szuper konzervatív sem vagyok, szóval hagyjuk is ezt nagyon nehéz egyensúlyozni, hogyha az ember csak ezeket a szélsőségeket, végleteket nézni. Legyünk inkább Isten szeretetének a követői. Szeressük az igazságot, és gyűlöljük a hamisságot. Ez pont elég. Ez pont elég. Jó, úgyhogy ha ti is úgy érzitek, kérlek titeket, hogy álljatok fel, és imádkozzunk, és ez a felállás nem csak az, az legyen, hogy most egy vallásos mozzanat, hanem úgy a lelkedben is kelj föl. Kelj föl valami ellen, kelj föl valamiért kelj azért, hogy egy generáció, egy társadalom meg tudjon változni. Kik vagyunk mi, hogy mindezt véghez, véghez, vigyük? Hát Isten népe vagyunk. Kik vagyunk mi? Mindenre van erőnk a Krisztusban. Kik vagyunk mi? Mi vagyunk azok, akiknél ez lehetetlen, de az Istennél lehetséges. Mi vagyunk azok, akkor, akik azt mondjuk, hogy akkor mi most Istenbe kapaszkodunk bele, akinél minden lehetséges, aki meg tudja változtatni a generációkat, és kérlek téged, hogy ne csak Annyi legyen az ima célod, hogy jaj, de jó, végre az anyám belátja, hogy milyen hülye volt. Vagy hogy de jó, végre a gyerek már kevesebbet fog telefonozni, szóval nem ennyiről szól a dolog, hanem igen, egyébként higgyél abban, hogy ez is az egyik következménye, gyümölcse lesz majd a te szívből jövő fordulásodnak, megtérésednek és az Istenbe való bizalmadnak. Tudod, azért, és akarok még imádkozni, most fogjuk elkezdeni az imádkozást, hogy vegyük észre, hogy miközben itt az egyik generáció, és ott az egyik generáció, és Isten azt akarja munkálni, hogy egymás felé forduljanak a szívek, hogy nem csak egymást látják meg, hanem meglátják, hogy ott van az Úr közöttük. Mert az Úr jelenléte tudja ezt teljessé igazivá tenni. Az ő jelenléte tudja garantálni azt, hogy gyerekek, ez működni fog. Amen. Ámen, imádkozzunk. Menj Atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében, imádunk Téged, hálásak vagyunk Neked, Istenem, annyira jó, hogy szeretsz, és annyi mondani valód van számunkra. Köszönjük Neked a Te Atyai szeretetedet, köszönjük, hogy a legtökéletesebb és legcsodálatosabb, legelfogadóbb és legbíztatóbb, és legbátorítóbb és legtörődőbb Atya Te vagy a világon, és mi átadjuk magunkat, a szívünket, kinyitjuk Neked, és köszönjük, hogy megbocsátottad minden bűnünket, Istenem, és köszönjük, hogy választhatjuk mi is. A megbocsátást. Köszönjük, hogy a Jézus Krisztus vére által jöhetünk elét kegyelemben. Köszönjük Neked, hogy a te kegyelmed van velünk, és köszönjük Neked, Istenem, most imádkozom, Uram, a fiatal generáció mellé állva, és imádkozom az idősebb generációért is. Atyám, köszönjük az apáinkat és az anyáinkat. Köszönjük Neked, Istenem, hogy ez a te jó rended, ez a te találmányod volt, ez a te ötleted volt, hogy az atyák neveljenek fiakat. Ez a te találmányod volt, hogy az egyik generáció a másiknak átadja azt a kincset, ami van neki. És köszönjük neked, atyám, mindazokat a jó tanulságokat, amiket eddig tanultunk, és mindazokat a jó dolgokat, amiket még eddig nem vettünk észre, de meg kell, hogy tanuljunk tőlük. Meg kell, hogy tanuljunk általuk. És atyám, most kimondjuk, hogy minden hibájukat megbocsátjuk. Hogy igen, szívből azt mondjuk, hogy tudjuk, hogy, hogy mélyen hatott bennünk egy-egy rossz döntésük, egy-egy szavuk, egy-egy hibájuk vagy akár egy, egy út, vagy egy életmód, amit követtek, rossz hatással voltak ránk, fájdalmat és csalódást okoztak nekünk, de mi veled vagyunk, Uram, te velünk vagy, és ezért most belőled táplálkozva a te szent szellemedből és a te szeretetedből, a te kegyelmedből merítve azt mondjuk, hogy megbocsátunk neked. Megbocsátunk neked, apám, megbocsátunk neked, anyám, megbocsátunk nektek, idősebbek, Megbocsátjuk a bűneiteket, megbocsátjuk a hibáitokat, megbocsátjuk azt, hogy nem voltatok megértőek velünk, megbocsátjuk azt, hogy nem tudtatok jó példát mutatni, megbocsátjuk azt, hogy csak azt mutattátok néha, hogy jó példát mutattok, miközben tudtuk, hogy nem jó példát mutattok. Megbocsátunk szívből nektek, és fölengedünk, eleresztünk benneteket, hogy ti meggyógyuljatok, és fölépüljetek, és új kegyelmet nyerjetek. És megköszönjük, Mindazokat a jó dolgokat, amiket sokszor nem láttunk. Azt a törődést, azt a szeretetet, azt, hogy összetört a szívetek, még akkor is, hogyha képtelenek voltatok jót hozni az életünkbe, jó változást hozni, mert vagy erőltetni nem akartátok, vagy túlzottan erőltettétek. És megköszönjük nektek, hogy jót akartatok. Megköszönjük, hogy a szívünkön, szíveteken hordoztatok. Köszönjük! Atyám, köszönöm neked a Jézus nevében azt a gyógyító kenőcsöt, azt a gyógyító kenetet, amit adsz most mindannyiunk szívébe, az atyák, anyák szívébe és a fiataloknak a szívébe. És most az atyák és az anyák oldalára állva imádkozom a fiatalabb generációért. Jézus nevében, atyám, bocsáss meg a lázadásukat, bocsáss meg, mert nem tudták, hogy mit cselekszenek. Bocsáss meg nekik, hogy sokszor összetörték a szívünket, akaratlanul, észrevétlenül. Nem tudtak becsülni bennünket. Bocsáss meg nekik, atyám, és mi kihirdetjük, hogy megbocsátunk nektek. Megbocsátunk nektek fiatalok. Jézus nevében, megbocsátjuk a lázadásotokat, megbocsátjuk a megvetéseteket, megbocsátjuk az önfejűségeteket. Megbocsátjuk, hogy összetörtétek egy-egy elképzelésünket, álmunkat, és kihirdetjük, hogy van esély egy újabb álomnak a megvalósulására. Kihirdetjük, hogy nem vagytok kárhozat alatt, kihirdetjük, hogy nem vagytok ítélet alatt. Kihirdetjük, hogy. Istennek nem az a célja, hogy eljöjjön és megverje ezt a földet átokkal, hanem kihirdetjük, hogy még nagyon sok jó lehetőségetek van. Kihirdetjük, hogy nem veszett el semmi. Kihirdetjük ezt mind a két generációra Jézus nevében, hogy még nem veszett el semmi, és még hogyha vannak is dolgok, amik elvesztek, Isten álmaiban még, és Isten ötleteiben még annyi minden van, hogy megláthatjuk az Istennek a dicsőségét, mint az idős Simeon, aki látta az Úrnak a felkentjét a messiás csecsemő korában. Lehet, hogy egész életében nem látta ezt, de öregkorára meglátta a reménységet. És köszönjük neked, atyám, ezt. És tudom, hogy annyi mindennek kell gyógyulnia a szívünkben. És kérlek téged, hogy kezd el, indítsd ezt el. És hiszek abban, hogy ez egy első lépés. Hiszek abban, hogy forgatod, fordítod most azokat a berosdásodott ö, csapokat. Fordítod azokat a, azokat a csapszegeket. Fordítod az, azokat a, az ősi ajtókat amelyek fölemelkednek, és bemegy rajtuk a dicsőség királya. Igen, Uram, mert nyitjuk a szívünket Te feléd, mert nem csak a, szüleinket, és nem csak a fiatalokat akarjuk látni, hanem Téged akarunk meglátni, hogy Te itt vagy, hogy benne vagy mind a két generációban. Jézus, Te, aki eljöttél az atyának engedelmeskedve, és megcselekedve minden akaratát, és Te magad is atya lettél, mert fiakat neveltél, és fölemeltél másokat, hogy legyenek a Te példádnak a követő. Jézus, Te vagy a tökéletes példa a fiúságra és az atyaságra, és itt vagyunk, Uram, mindannyian bánjuk a bűneinket, mindannyian pironkodunk és szégyenkezünk az elkövetett hibáink miatt. Kérlek téged, hogy mosd el a véreddel, és köszönjük a te kegyelmedet, Uram, hogy nem vágod a fejünkhöz, és azt mondod, hogy, hogy adjanak ránk új ruhát. Fehér ruhát, tiszta ruhát, és nem akarod, hogy csak a béreseit közül, közül legyünk egyek, hanem azt akarod, hogy veled együtt ünnepeljünk és örvendezzünk, mert lehet, hogy meghaltunk, de feltámadtunk, lehet, hogy elveszettek voltunk, de most megtaláltak lettünk. És köszönjük, Jézus, hogy itt lehetünk a te otthonodban, és te vagy az, aki a lerombolt dolgokat fölépíted, és a régen elmúlt dolgokat előhozod, és olyan csodákat is előhozol, és ezt most hirdetem Jézus nevében, hogy hiszem, hogy Istennek a szelleme mutatja, hogy nem csak meggyógyít kapcsolatokat az Úr a ti életetekben, és nem csak titeket meggyógyít, meggyógyítja a szíveteket, és megnyitja a szemeiteket a valóságra, hogy lássátok, hogy milyen ez a világ valójában, és hogy mennyire nevetséges, hanem olyan csodákat hoz elő az Úr, és olyan történéseket, amikre még nem is számítottatok. Amikre nem is számítottatok, mert Istennek még mindig vannak ötletei. Még mindig vannak jó ötletei. És te is egy jó ötlet leszel mások számára, még akkor is, hogyha azt kérdezed, hogy én ugyan hogyan. Nem saját magadtól, hanem az Istennek a kegyelméből, amire elhívott téged. És lehet, hogy fiatalként most azt mondod, hogy én hogyan leszek jó szülő. Úgy, hogy Isten elhívott téged. Úgy, hogy Isten már alkalmasát tett téged. És higgyél, mert az Istennél minden lehetséges. Köszönöm neked, mennyei atyám, hogy itt lehetünk Jézus nevében. Kiáltunk egy, egy, egy egész országért, kiáltunk egy egész társadalomért, kiáltunk egy fordulatért, hogy ne lefelé Bomoljanak a dolgok, hanem fölfelé épüljön ennek a társadalomnak az élete, és ne az elkövetett hibák szaporodjanak, hanem a jól meghozott döntések szaporodjanak, és az egymásnak az építése, és az egymás felé való szeretet, és hogy megnyílik a szemünk egymásra, és a bizalom egymás felé úgy forduljanak a szívek, és egy újfajta, egy újfajta nemzedék jöjjön elő, ahol egyszerűen semmi nehézségbe nem telik az, hogy idősebbek és fiatalabbak, akik egymással eddig akár haragba voltak, vagy bizalmatlanok voltak, azok teljesen együttműködően, egymást tisztelve, egymást megértve, egymást tartalmasan szeretve tudjanak lépkedni előre, és készíteni az Úrnak az útját, mert köszönöm Uram, hogy te ezért munkálkodsz ezen az egészen, mert te jössz és egy tökéletesen neked való népet készítesz magadnak, és ezzel egy csodálatos gyógyulást készítesz elő, uram, hogy megfordítod a szívünket. És tudom, hogy ez egy hitlépés, ez egy bátor lépés, sokaknak ez olyan, mint amikor Péter kilépett a csónakból a vízre, ez egy olyan lépés lesz, de látni fogod, hogy a vízen jársz látni fogod, hogy a vizen jársz, amikor kilépsz és elindulsz még nagyobb jó döntésekkel a másik generáció felé. És meg fogod látni az Isten dicsőségét, mert meg van írva, hogy boldog, aki hit, mert beteljesednek neki azok, amiket az Úr neki mondott. Ámen. Ámen. Köszönjük neked, Atyám, hogy meghallgattál bennünket. Ámen. Dicsőség az Úrnak.